Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, Lampi Ágnes vagyok, kezdődik a pucs. Hát rendkívül eseménydús napok vannak mögöttünk, mi másról beszélgetnénk mi is itt adásban, mint hogy lemondott Novák Katalin köztársasági elnök a kegyelmi döntése körül kialakult botrány miatt. Maga Orbán Viktor is megszólalt egyébként az ügyben, sőt, alkotmánymódosítást kezdeményezett. Az élet picit átírta a mi forgatókönyvünket is, mert hogy a vendégeinket még Novák Katalin bejelentése előtt hívtuk meg, de nyilván most tudunk erről beszélgetni, hogy mi lesz, vagy mi lehet a következménye ennek az egész helyzetnek, mert hogy lesz következmény bőven, politikailag egész biztos, a lemondások miatt is, a kampány szempontjából is. A kérdés persze az is, hogy például a gyerekvédelem szempontjából lesz-e mindennek bármilyen következménye. Lemondott Novák Katalin köztársasági elnök, miután hatalmas közfelháborodást keltett, hogy kegyelmet adott K. Endrének. A bicskei gyermekotthon igazgató helyettese ugyanis a bíróság szerint segített eltusolni az intézmény igazgatójának pedofil ügyét. Hibáztam. Mert a kegyelmi döntés és az indokolás hiánya alkalmas volt arra, hogy a pedofiliára vonatkozó zéró tolerancia kapcsán kételyeket ébresszen. Márpedig itt nincs, és nem is lehet kételj. Soha nem adnék kegyelmet annak, akiről azt gondolom, hogy fizikailag vagy lelkileg gyermekeket bántalmaz. Így volt ez akkor, és így van ez ma is. Maga Orbán Viktor is reagált, és alkotmánymódosítást is kezdeményezett. A kormány nevében benyújtottam egy alkotmánymódosítást, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson. Ideje rendezni ezt a kérdést. Novákkal egy időben Varga Judit volt igazságügyi miniszter is bejelentette távozását. Facebook posztja szerint az elnök akkori döntésének ellenjegyzéséért vállalja a politikai felelősséget és visszavonul a közélettől. Az ügy miatt civilek és pártok is tüntetéseket szerveztek. Átmenetileg Kövér László veszi át Novák feladatait. Több ellenzéki párt pedig alaptörvénymódosítást kezdeményez, hogy az országgyűlés helyett a jövőben a választók dönthessenek az új köztársasági elnök személyéről. Nos, tehát lesz mit megbeszélni a mai adásban bőven. Kezdjük is méghozzá Herzog Máriával, szociológussal, gyermekvédelmi szakemberrel. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk. Köszönöm a meghívást. Én szerintem most a közvéleményt ezzel kapcsolatban az a kérdés foglalkoztatja a gyermekvédelemmel leginkább, hogy ennek az egész ügynek lehet-e bármilyen következménye a gyermekvédelmi rendszer javulása szempontjából. Ön és a kollégái sok-sok éve hangoztatják azt, hogy a rendszer maga nem működik, hogy milyen sok gond van vele, hogy mennyire nincs szakember, hogy mennyire kevés a pénz, hogy milyen sok visszaélésre ad lehetőséget. Ez a helyzet változtat-e bármit, mit gondol ezzel kapcsolatban? Hát sajnos nem vagyok nagyon optimista, mert ha belegondolunk abba, hogy ennek a történetnek az előzményei hány évre nyúlnak vissza, és erről mennyi szó esett, akkor nem láttam, hogy ennek bármiféle érdemi következménye csak akkor nem volna. Mondott le ugye a köztársasági elnök, és ilyen típusú politikai következményét nem láttuk. De most sem a szakmai kérdések miatt mondott le, és abból, amit mondott, abból az következett, hogy most se érti például azt. Azt mondta, hogy soha nem adnak kegyelmet olyannak, aki érzelmi vagy fizikai bántalmazást követel. Hát ez az ember nagyon súlyos érzelmi bántalmazást követett el, és nagyon nagy baj, hogy a magyar gyerekvédelemben és a közvéleményben az érzelmi szóbeli bántalmazás súlya az nagyon alul értékelt. Tehát nem is, pedig ugye tegnap a házon kívülben látható interjúban a megszólaló fiú nagyon világosan elmondta, hogy az áldozatoknak, illetve azoknak, akik ennek szemtanúi voltak, de maguk nem voltak érintettek, milyen súlyos élete kiható következményei vannak, ami részben a szavakon, a bánásmódon múlik. Tehát én azt gondolom, hogy ennek az alulértékelése az nagyon súlyos hiba. Másrészt pedig, ami a gyerekvédelem egészét illeti, ugye nem tudom nem idehozni azt a történetet, ami szintén ugye az elmúlt hetek eseménye, a harmadik kerületi óvodában az 5 éves autista kisfiú bántalmazása, lelki, megint csak, és fizikai bántalmazása, de főleg az, hogy nincs következménye valójában annak,
hogy egy gyereket Mauglinak neveznek, csúfolnak, csúnyán káromkodnak vele és rosszul bánnak. Az az óvónő, aki a leginkább bűnös volt ebben a dologban, az maradhatott és szóbeli figyelmeztetést kapott. Ugyancsak aggályosnak találom, hogy a közvéleményt nem rázta meg, hogy az a nevelő, aki Bicskén maga is szexuális abúzust követett el a gyerekek ellen, felfüggesztett börtönbüntetést kapott csak. Igen, ez nagyon érdekes, mint most, hadd csatlakozzak ide a közvélemény inger küszöbéhez, amit említett, és jó is, hogy felhozta a bicskei történetet. Ugye sok évvel ezelőtt kezdődött az ügy, 2011-ben már panaszok érkeztek, vagy a szakemberekhez fordultak. Hozzánk egyébként is fordult. Egyébként Bárnai Árpád és a kolléganője, tehát én akkor az Országos Kriminológiai Intézetben dolgoztam, tehetetlenek voltunk. Nem tudtunk. Miért? Miért? Azért, mert ha a gyerekek visszavonták a vallomásukat, és nem volt érdemi mód arra, hogy elinduljon, illetve az eljárás ne úgy záruljon le, ahogyan lezárult, nem volt lépés. Ugye az sajnálatos módon azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik oka annak, hogy annyi évtizedek küzdünk az ellen, hogy ezeket a nagy intézményeket bezárják, az, hogy általában fekete dobozként működnek, ahogy ez az intézetnek a története is demonstrálja. Ha valamit most lehetne tenni, az többek között az, hogy végre azokat a reformokat, amelyeket a 97-es gyerekvédelmi törvény megfogalmazott, azokat érdemben végrehajtják. Ha belegondolunk, ennek az intézménynek a működése törvénytelen jelenleg, és törvénytelen is volt az elmúlt 20 évben, hiszen messze több gyereket helyeztek el ott, mint amennyit a törvényi előírás megengedne, és kastélyban laknak. Csak zárójelben mondom, ami szintén engem felháborított, hogy miközben az Európai Unió tiltja bármilyen gyerekintézmény támogatását Európai Uniós pénzből, éppen azért, mert ezeknek a kiváltása a cél, csak a park felújítására az intézet 1 millió eurót kapott. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan visszaélések történnek, de ugyanez a Gödi intézetnél, ahol ugyancsak egy olyan botrány volt, aminek sajnálatos módon semmi következménye nem lett. Ott is kiderült, hogy az Európai Unió ugyan nem a gyerek otthont, illetve a fogyatékos otthont, de mégiscsak az épületet energiafelújítás címén ugyancsak több mint 1 millió euróval támogatta, mert hiszen ami ugye a fűtéskorszerűsítés, ablakcsere, az nem látszott összefüggeni az ott ellátottak rettenetes helyzetével. És miközben biztos, hogy nagyon jó, hogy gazdaságosabban működik a fűtés, a gyerekeknek, a gondozottaknak, felnőttnek és gyereknek nem lett érdemben magasabb az étkezési normatívája, és azok az anomáliák, amelyek ott nagyon súlyos bántalmazásnak minősülnek, azok ugyanúgy működhetnek ma a Máltai Szeretett Szolgálat fenntartásában. Egyébként igen, amit említett is, hogy ugye már 2011-ben elkezdődött Bicskén ez a történet, és akkor hagyj folytassam ide, mert az igazgató maga, ugye erről is lehetett olvasni, mindezek ellenére, bár lezárult a vizsgálat, de ugye 2016-ban kitüntetést kapott, és érinthetetlen volt. Ez magáról a rendszerről azt árulhatja, hogy igazából itt annyira bemerevettek volna a viszonyok, hogy... Hát miért volna a gyerekvédelem más, mint bármelyik más rendszer elem? Tehát ha valaki lojális, ha valakinek jók a kapcsolatai, de ez ugye rendszerfüggetlen sajnálatos módon, és nem csak magyar jelenség. De ezzel együtt azt gondolom azért fontos, az annyira nem támogatott civil szervezetek, független szakértők véleménye és monitorozási lehetősége, hogy ne fordulhasson ilyen elő, vagy ha előfordul, akkor ez derüljön ki, és ne véletlenül derüljön ki, mint ez a történet. Hiszen itt világosan látni lehet, hogy a szereplőknek föl nem merült a gondolataiban, hogy ez az ügy kiderülhet. Ha ez nem derül ki, akkor tulajdonképpen nyilván számtalan másik ilyen ügy van, nyomtalanul elvész, ami a gyerekvédelmet illeti. A gyerekvédelem igazi krízist él át, azt gondolom, ilyen krízisben nem volt a magyar gyerekvédelem még. Nagyon súlyos erőforrás hiányok vannak, nem csak a gyerekotthonokban, hanem a nevelőszülői ellátásban, de a legnagyobb probléma az az, hogy az alapellátásban, tehát azokon a településeken, ahol a rászoruló családok élnek, ott alig van olyan szakember, aki érdemben segíteni tudna, az ő általuk nyújtható szolgáltatások nagyon hiányosak, vagy totálisan hiányoznak, és sajnálatos módon a kormány családpolitikája, a gyerekpolitikája egyáltalán nem terjed ki
azokra a gyerekekre, akik nélkülöznek, akik nagyon súlyos helyzetben vannak, és akiknek a szülei megoldhatatlan helyzetekbe kerülnek emiatt. Gondolod, hogy mi lehet ennek az oka? Az, hogy a kormány ennyire így kezeli ezt a kérdést évek óta, csak azért hoztam el a beszélgetésünk elején, mert hogy tényleg évek óta, sok évtizede a szakemberek kongatják a véscsengőt, hogy nem történik változás. Értetlenül állok ezelőtt, mégpedig azért, mert egyfelől ugye nagyon alacsonyak a születésszámok, ez egy állandó problémát okoz, a demográfiai krízis, amit persze megint csak nem magyar jelenség, és ugyanakkor azt az ellenállást, ami a megszületett, de nem szerencsés körülmények közé született gyerekek támogatására vonatkozik, az teljesen hiányzik. Tehát az a gondolkodás, hogy minden megszületett gyereknek meg kellene minden esélyt adni, nem csak azért, mert ezt várja el mindaz, minden jó érzésű ember, hanem mert ezek a hazai jogszabályi, nemzetközi szerződésekhez való csatlakozásunkból adódó kötelezettségeink, a gyerekjogi egyezmény, amely a magyar belső jog része, a gyerekvédelmi törvény, már az igazi, úgy értem, tehát a gyerekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény, abszolút világosan fogalmaz, tehát itt nagyon egyértelmű kötelezettségei vannak az államnak, amelyeket elmulaszt teljesíteni. Tehát nem tudok rá magyarázatot mondani, mert valójában ez nem szolgálja senkinek az érdekeit, senkiét. Ettől még a kormányzat a saját meggyőződése alapján erősebben támogathatna olyanokat, akiket ő erre érdemesebbnek tart, de az, hogy nemhogy nem támogatja, hanem kifejezetten bünteti azokat, akik szegénységben és nélkülözésben élnek, vagy fogyatékos gyereket nevelnek, vagy ők maguk betegségekkel küzdenek, kis településen élnek, ez megmagyarázhatatlan. Erre nincsen semmiféle racionális magyarázat. Mit gondol egyébként, hogy ez az ügy, ami hát újra, de talán egy picit nagyobb reflektorfényen rávilágított erre a problémára, és láthatóan most olyan értelemben politikai következménye lett ennek az ügynek, Novák Katalin lemondása mindenképpen. Ezek szerint ez sem fog változtatni? Ez hát sem azért változtathat? Nem, azért ezen nem ügyön? Gondolom, sajnos, mert ugye ez egy nagyon pici szűk szeletet érint a gyerekek szexuális bántalmazását az ott dolgozó által. És ugye itt csak a pedofil bűncselekményről van szó, noha természetesen, újra mondanám, lelki, fizikai bántalmazás sokkal nagyobb arányban fordul elő minden intézményben, beleértve az iskolát, az óvodát, mint látjuk sajnos, nem csak a zárt gyerekintézményekben, következmények nélkül. De ez most nem vitte át a társadalom ingelküszöbét? Nem, mert sajnálatos... a politika nem ezért reagált? Nem. A politika két okból reagált. Egyfelől azért, mert egy nagyon gyenge pontot találtak el. Ugye a deklarált az általuk gyerekvédelmének nevezett célokkal szembe megy az, hogy egy pedofil támogatót kegyelemben részesítenek. A másik, mert csak a szexuális abúzusra van kihegyezve a dolog, a homofóbiára, és sajnálatos módon nem arra, hogy a gyerekek jóléte és jól léte minden körülmények között biztosítva legyen, és az az állami kötelezettség, hogyha egy gyereknek, a gyerek szükséget szenved, pláne, hogyha az állam gondoskodásában áll, akkor ott számon kérhető kötelezettségek vannak, ez föl sem merül. Csak az merül fel, hogy a pedofiliától meg kell, most a pedofília az a legkisebb arányban jelenik meg szerencsére, ugye? A szükségletek kielégítetlensége esetén, magyarán szól, hogy a pedofil támadás a gyerekeknek, sokkal-sokkal gyakoribb az, hogy a gyerekek érzelmi nevelése, a szeretetlenség, az oktatás, jó minőségű oktatás, az egészségügyhöz való hozzáférés, szabadidős tevékenységek, a szülőkhöz való visszagondozás, ezek mind hiányoznak, de hát ezek teszik ki az esetek 98%-át. Azt gondolom, a pedofília sajnálatos módon létezik, de egyébként a szexuális bántalmazások nagy része ráadásul nem is pedofília, tehát ez egy összemosott fogalom, mert hiszen nyilvánvalóan ez egy nagyon speciális, kicsi része ezeknek az elkövetett cselekményeknek. Ugye arról is beszélt korábban, hogy ezen kívül még ráadásul nagyon nagy a látencia is, tehát hogy az ügyeknek a döntő része
ki sem derül, vagy legalábbis nem is lehet róla tudni az adatokban, számokban, statisztikákban, meg se jelenik. Én éppen olvastam, a Telexnek nyilatkozott Gál András, aki az ügyvédje a bántalmazott fiataloknak, és azt mondta, hogy a mai napig beszél időnként velük. Az ügy egyik érintette ugye öngyilkosságot követett el, a többiek pszichés roncsok lettek, néhányuk alkohol, gyógyszer vagy kábítószer problémákkal küzd, és a mai napig nem tudnak szabadulni az ügy hatásaitól. Azért hoztam a latenciát ide, mert ez egy ügy, ezek szerint a sok-sok ügyben, ami hát történhet, vagy ilyen következménye lett. Ezt hogy látja, hogy ennek mennyire lehet hosszú távú következménye ennek a témának, hogy ennyire nem kezeli a kormányzat, vagy ennyire magára hagyta ezt az egész területet? Nem csak ennek az ügynek, vagy a hasonló ügyeknek, hanem azt is el kell mondanunk, hogy azok a gyerekek, akik bármilyen bántalmazási, vagy súlyos elhanyagolási okból kerülnek be például az ellátórendszerbe, szakemberhiány miatt nem kapnak segítséget. Tehát nagyon gyakori az, hogy egy gyerek, aki maga például súlyos fizikai, lelki, szexuális bántalmazást elszenvedett, az abszolút terápiás segítség, mindenféle segítség nélkül marad. Ennek két következménye van. Az egyik, hogy ő tönkre megy, és persze tanulási nehézségei, súlyos magatartási problémái lesznek. A másik, hogy nagyon gyakran ő maga elkövetővé válik. Na most ugye azért arról nem beszélünk, pedig nagyon kéne arról is beszélni, hogy ezekben az intézményekben a gyerek-gyerek elleni erőszak is nagyon gyakori, és ezek abszolút latenciában maradnak. Tehát ezeket is, ahogyan itt az volt az intézeti hát vélemény, hogy a falakon belül kell mindennek maradni, nem szabad kivinni, mert az át a szakmának, át a szakembereknek, adott esetben át a gyerekeknek is, de abszolút kezeletlenül maradnak. Az ombudsman számtalan olyan vizsgálatot végzett, például a kalocsai speciális gyerekotthonban, de más intézményekben is, Esztergomban, itt-ott-amott, amikből világosan látszik, hogy megoldatlan a gyerekek-gyerekek közötti erőszak, illetve a nevelők, a gyakran változó és sajnálatos módon egyre kevésbé képzett, gondozók, nevelők által elkövetett erőszak minden következmény nélkül, még akkor is, ha ezt feltárják. Elég volna az ombudsmani vizsgálatokat elolvasni, és utána nézni a médiában, hogy vajon van-e következmény, történt-e valami. Háromszor, négyszer vizsgálták ezeket az intézményeket, újra és újra leírták a tűrhetetlen, elfogadhatatlan állapotokat minden következmény nélkül. Hát ez nagyon-nagyon-nagyon szomorú, és nehéz így úgymond laikusként egyáltalán tényleg valamilyen racionalitást ebben látni. Most képzelj el szakemberként, milyen nehéz az a tehetetlenség érzés, hogy az ember ezeket elmondja, leírja, újra és újra próbál, akár civilként, akár önálló, ugye független szakértőként fellépni, és semmiféle hatása nincsen, és ugyanakkor pedig nagyon gyakran egyéni panaszokkal, egyéni problémákkal megkeresnek, amikre nem tudok pozitív választ adni, hiszen semmiféle lehetőségünk nincs, se szervezetileg, sem egyénileg arra, hogy segítséget nyújtsunk, és ez borzalmas érzés. Nem magamat akarnám sajnáltatni azokat, akik segítség nélkül maradnak, és abszolút reménytelnek látják a helyzetüket, sajnálatos módon joggal. Hát nagyon szépen köszönöm Herzog Máriának, hogy itt volt, és azért szerintem a fő részletekre, vagy a fő pontokra rávilágított ez a beszélgetés. Remélem. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt. Köszönöm. A témát pedig Párizs folytatjuk Szabó Tímával, a Párbeszéd politikusával. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk, és áruljuk el a nézőnek, ugye itt volt végig, hallgatta a beszélgetést Herzog Máriával, és azt a kérdést feszegettük, hogy mi lehet az oka annak, hogy ezen a helyzeten, amiről Herzog Mária is beszélt, sok évtizede beszél, és sok szakember beszél róla, hogy nem akar, vagy nem tud, nem akar változtatni ezen a kormányzat. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Én szerintem ennek egy nagyon prózai oka van, nincs a kormányzatnak ebben politikai érdeke. Sajnos ki kell mondani, hogy a gyermekotthonban élők, a nevelőszülői hálózatban élő gyermekek nem szavazói a Fidesznek. Hát nem kell őket, ahogy mondjuk a felső középosztálynak folyamatos gesztusokat tesz ez a kormány a családi adókedvezményekkel, egyéb támogatásokkal. Itt úgymond erre nincsen szükség. Ja, hogy nem Fidesz szavazókról beszélünk. Nincsen, mert semmilyen szavazókról nem beszélünk. Ezek a legkiszolgáltatottabb, a legmagukra hagyatottabb gyerekek, akikre úgymond nincsen szüksége a kormánynak, és egy az egyben magukra is hagyta őket. Hát ahogy Herzog Mária is elmondta, szerintem az nagyon fontos, és én ezt tegnap elmondtam, vagy leírtam egy Facebook posztommal pontosan ugyanezt, hogy azért elég, hogyha az ombudsmani jelentéseket
megnézzük évről évre. Én, amikor Balogh Zoltán még emmi miniszter volt, és akkor is kijött egy hasonló ombudsmani jelentés a gyermekotthonokkal kapcsolatban, akkor nagyon sokat vitáztam vele, és könyörögtem, és követeltük a Párbeszéd zöldek nevében az, hogy tessék valamit lépni, és ott egyébként le van írva kerekperec, hogy mi az oka annak, hogy ilyen nagy arányban például erőszak előfordulhat, ahogy Herzog Mára ismert, például a kalocsai gyermekotthonban, vagy az alaegerszegiben. Ugye ott elmondtak, hogy kulcsomóval verték, bántalmazták a gyerekeket. Le volt írva, hogy közmunkások, tehát akkora már a fluktuáció az alacsony fizetéseknek, hogy egyre több szakember hagyja el a pályát, nincsenek megfizetve, és le volt írva ebben a jelentésben is, sok-sok évvel ezelőtt, hogy közmunkások vigyáznak már a gyerekekre. Mindenféle képzettség nélkül, mindenféle elhivatottság nélkül. Ezek a gyerekek, ezek folyamatosan nagyon-nagyon súlyos bántalmazásnak vannak. Mit gondol egyébként, hogy az ügy, mármint a Novák Katalin lemondásához vezető ügy, egyáltalán ez az egész történet egyetért azzal, amit szintén Herzog Mária mondott, hogy nem lesz ennek sem következménye, tehát hosszú távon nem fog a Fidesz változtatni ezen a politikáján? Én politikusként nem engedhetem meg magamnak azt, hogy ne legyek ennél egy picit optimistább, és azért is vagyunk mi ott még, ahol vagyunk a parlamentben, hogy azért mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ezen a helyzeten próbáljunk változtatni. Szerintem ami ebben nekünk segít, az most a nyilvánosság. Tehát a mostani bicskei tragikus eset is azért eljut, és ugye ezért is volt ez veszélyes, vagy ezért veszélyes ez a Fideszre most, mert ez egy olyan téma, ami a vacsoraasztalnál téma. Tehát erről családok beszélnek, erről emberek most beszélnek. És hogyha erről beszélnek, ez azt jelenti, hogy foglalkoztatja a Fidesz szavazóit is, a választóit is. Tehát átvitte az inger küszöböt? Én azt gondolom, hogy igen, és én, nekem politikusként 13 éve az a tapasztalatom, hogy ha a Fidesz valamit elfogad a mi javaslataink közül, akkor azt sosem azért teszi, mert a fejéhez csap, és azt mondja, hogy jaj, a Párbeszéd zöldek milyen jót talált ki, hanem mi addig ütjük a vasat, amíg a Fidesz ezt elkezdi mérni telefonon, ahogy láttuk ugye Novák Katalin esetében, megmérik, hogy ez most már a saját szavazóbázisuknál is egy problémát jelent, és akkor lépnek, hadd mondjak egy példát, amit sokszor el szoktam mondani, a Óbudán a hajógyári szigetnél, amikor ki akartak várni a 3000 fát, és Tiborc oda akart építeni egy lakóparkot, akkor én azt nagyon-nagyon sokszor, nagyon sokáig elmondtam a parlamentben, a Fidesz utána megmérte, és visszavonták az egész engedélyeztetési eljárást. Tehát el lehet érni úgymond sikereket a nyilvánosságon való nyomáson keresztül, úgyhogy én ezt biztos, hogy hát már nem tudom megszámolni két kezemen se, hogy a Párbeszéd zöldek nevében hányszor nyújtottunk be gyermekvédelmi csomagot egyébként. Legutóbb a nevelőszülői hálózattal kapcsolatban, mert nem csak a nevelőotthonokban vannak nagyon nagy problémák, és teljesen igaza van Herzog Máriának, hogy nem is szabadna oda pénzt adni, mert ezek a gyerekeket 12 éves kor alatt pláne ugye családokhoz kell helyezni, de az sincs megoldva ma Magyarországon. Hogy térjek vissza a politikai vonatkozásokra, hogy mennyire sikerült idézőjelbe a kármentés, most ezt nagyon idézőjelbe tettem a Fidesz szempontjából, és azért használtam ezt a kifejezést, mert Török Gábor azt írta, hogy profi kármentést láttunk, olyat, amikor egy rákos szövetet a megfelelő következetességgel és kíméletlenséggel kivágnak. A hatalomgyárban jól érzékelték az elmúlt napokban, hogy Novák Katalin által adott kegyelem egy valóban életveszélyes ügy, aminek a lehető leggyorsabb megoldása ez a fajta sebészi kimetszés vagy amputáció. Ezt írta Török Gábor, és csak azért utaltam erre, hogy ezek szerint nyilván ezt a mérések eredménye azt mutatta, hogy ilyen radikálisan kell mérni, tehát hogy vagy változtatni, tehát egy profi kármentés történt. Ön szerint lehet még ezt tovább vinni ezt az ügyet, vagy a közvéleménynek ez elegendő lehet Novák Katalin elmondása? Nyilván a Fidesz mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a közvéleménynek, legalábbis a saját szavazóbázisának ez elegendő legyen. Ők most megpróbálnak majd valami teljesen más témával megpróbálják áttematizálni a közbeszédet, valószínűleg valamelyik ellenzéki politikust vagy pártot majd most egy új témával be fogják támadni, megint esetleg be fognak nyújtani egy kamu gyermekvédelmi törvényt, ami nyilván elsősorban az LMBTQ közösségek ellen fog hergelni, tehát semmi köze valódi gyermekvédelmez. Szerintem nem lesz elég. Tehát most már szerintem van a nyilvánosságban egy olyan nyomás, vagy egy olyan igény, hogy azért akkor hadd tudjuk meg, hogy egyáltalán miért nem nyilvánosak az elnöki
kegyelem indoklásai. Ezért ez, maga Novák Katalin mondta, hogy ezek általában megosztó témák, valóban akkor tessék nyilvánossá tenni. Ugye mi erre beadtunk a Párbeszéd Zöldek egy törvénymódosító javaslatot. Nincs letudva az alaptörvénymódosítással ez a kérdésem, ahogy Orbán Viktor ezt reméli, mert például erre is beadtunk egy törvénymódosítást. Az, hogy a BTK-ban a foglalkozástól eltiltás, az csak a pedofil bűnelkövetőkre vonatkozik, ugye a végleges foglalkozásra eltiltás, az közel sem elég. Látjuk, hogy Kónya Endre nem pedofil bűncselekményért lett elítélve, hanem most hadd fogalmazok egy kicsit népi nyelven, társtettesként, vagy bűntársként volt. Az ő esetében például a foglalkozástól eltiltást, azt a bíróság határozta meg mellékbüntetésként, és csak 5 évre, egyébként most a kegyelemmel az el is törlődött. Mi azt szeretnénk, hogy bárki, aki bármilyen módon érintett gyermekek bántalmazásában, az utána élete végéig el legyen tiltva attól, hogy valaha gyerekek közelébe mesen. Szóval egy számos olyan lépést meg lehet tenni, és meg kell tenni, ami ezt az egész ügyet tovább viszi, és a Fidesz szempontjából szerintem ez maradandó károkat okozott, hiszen a Fidesznek ez a gyermekvédelem, ez úgymond egy ilyen zászlós hajó témája volt, és most kiderült, hogy az egész egy álságos, hiszen az ő soraikban vannak a gyermekbántalmazók, akiknek ugye semmi következménye nem lesz. A Foszti Vadar, Tímár László, ugye Kaleta Gábor, aki megúszta 500 ezer forintos büntetéssel, és erre ezekre a Fidesz egyetlen egyszer sem reagált érdemben. Nem tudom, hogy látta-e azt a beszélgetést, ami a Partizánon zajlott, Magyar Péter nyilatkozott, ő egy hosszú interjút adott, ugye Varga Judit korábbi férjéről beszélünk, és nagyon sok részletet megtudhatunk arról, hogy hogyan működik a Fidesznek, tehát milyen hatalomtechnikai eszközöket alkalmaz, és hát nem tudom, hogy nézte, vagy figyelte, vagy mennyire hozott újdonságot önnek ez a történet, vagy ez az interjú, de azért abból kiindulva, és abból, hogy milyen következménye lesz, vagy lehet egy ügynek, én is azt érzékelem, hogy talán pessimistábbnak kell, vagy lehet lennünk, abban a vonatkozásban, amit ő elmesélt, hogy milyen pontos menetrend szerint, mérések szerint, lejárató kampányok szerint, sok-sok ilyen cikk szerint, ahogy írta, ugye, vagy ahogy mondta, tulajdonképpen az összes, nem tudom, NTI közleményt ellenőrzi a hivatal, vagy a Rogán-féle kommunikációs gyár. Magyarán arra akarok kiukadni, hogy lehet-e folytatni ilyen körülmények között ezt az ügyet. Szerintem igen, és akkor most visszatérek még egy mondat erejéig a Török Gábor önáltal idézett mondata, hogy ez egy ugye a rákos sejtet kivágták, és én pont azt írtam le egy tegnapi írásomban, hogy ez már egy átétes rák. Tehát egy beteg sejtet ki lehet, vagy egy daganatot ki lehet vágni, de ez az egész betegség már az egész szervezetet átszőtte. Tehát innentől kezdve én azt gondolom, hogy időkérdése, hogy mikor fog egy újabb felbukkanni, meg egy újabb, meg újabb. A Magyar Péter interjú nem volt újdonság nekünk, akiket szintén már elég régóta üldöz a rendszer. Ugye én ezt elmondtam el a nyilvánosságban is, hogy engem szintén hónapokig követett a titkosszolgálat, de úgy, hogy az óvodába is jöttek utánunk, meg bevásárlóközpontba. Hát azt gondolták, hogy találnak rónk valamit, mert magukból indulnak ki, csak hogy akinek ugye nincsen rejtegetni valója, és nem követett el semmilyen büntetet, és nem tart szeretőt, azt nem tudják leszedni velük ellentétben. Ami újdonság volt a Magyar Péter interjúban az, hogy most ez egy Fideszestől hangzott el. Tehát megerősítette azt Varga Judit ex-férje, amit mi évek óta mondunk, hogy ez egy velejéig romlott rendszer, itt az Orbán-Rogán páros egy személyben, vagy hát két személyben irányít mindent. Az, hogy Magyar Péter kimondta azt, hogy elfogadta, vagy milyen ország az, ahol a fél ország néhány család kezében van. Tehát azért ezek kemény mondatok. Az, hogy őt felrendelték a Karmelitába, és a titkos szolgálatok megfenyegették, hogyha nem úgy válik el, ahogy ők mondják, akkor annak milyen következménye lesz. Szóval ezek nagyon-nagyon dura, hogy utána a Diákhitelintézet milyen retorziókat kapott. Szóval a hivatali visszaéléstől kezdve az utolsó MTI közelé, szóval látszik, hogy a rendszer veleig romlott. Én szerintem itt
az ellenzéknek van egy nagyon-nagyon fontos feladata ezt nem elengedni, nem külön-külön mindenki, nem az a feladat, hogy a pecsenyéket külön sütögessük és egymással versenyezünk, itt az ellenzéknek közösen fel kell lépni, közösen kell mondani és mutatni, hogy most már belülről is kibeszélnek, hogy rohad a rendszer, nekünk nem szabad, hogy abban kimerüljön most például a következő feladatunk, hogy azt mondjuk, hogy közvetlenül kell a köztársasági elnököt megválasztani, mert nyilván közvetlenül kell, hiszen ez a 22-es programunkban már benne volt, de fel kell mutatnunk alternatívát, kell közösen egy olyan embert állítanunk. Tehát lesz közös jelöltjük. A Párbeszéd Zöldek azért küzd, hogy legyen, mert nem elég, most bocsánat, de az O1-gézés, hanem alternatívát kell mutatni. Meg kell mutatni, hogy igenis, ezen az oldalon vannak olyan emberek, akik köztársaságpártiak, akik valóban a nemzetegységét tudják képviselni, akik kiállnak a védtelenek mellett, és nem a hatalmasokat védik, és akik vissza tudják terelni az országot egy morálisan helyes útra. Ez most egy történelmi pillanat, amit az ellenzéknek közösen meg kell ragadni, és nem szabad elengedni ezt a témát. Csak egy kérdés még így a végére. Ugye volt a Fidesznek még két olyan másik ügye, ami óriási felháborodást keltett, a Szájer ügyre gondolok, és a Borkai ügyre gondolok. És félrejtés ne essék, semmiképpen nem összehasonlítani szeretném ezeket az ügyeket, de hatásmechanizmusát tekintve lennék kíváncsi a véleményére is arra, hogy ott tulajdonképpen ezek az ügyek, hát hosszú távon, ha így visszanézzük, akkor igazából komoly következményekkel nem jártak. Borkai Zsolt ugye éppen most szeretne visszatérni újra a Győrbe, mármint ugye indul a polgármesteri posztért, és tulajdonképpen a Szájer ügynek sem lett olyan értelemben következmény. És mondom, nem összehasonlítani szeretném, csak abból a szempontból, hogy elég komoly visszhanga volt ennek a két ügynek is. Ön hogy látja, hogy más, sok a hatásmechanizmusát tekintve, mások ezek az ügyek a közvélemény vonatkozásában és következmények szempontjából? Én azt gondolom, hogy Pető Péter szerkesztőnek volt egy fontos mondata. A 24.hu főszerkesztője. A 24.hu főszerkesztőjének mondta egy nagyon fontos mondata egy tegnap előtti írásában. Publicisztikájában, amikor mondja, hogy vagy ő is azt szorgalmazza, hogy az ellenzék most közösen lépjen fel, és hogy milyen lehetőségek rejlenek úgymond ebben az ügyben, de azt is elmondja, hogy azért azzal a hatalmi és propaganda gépezettel szemben, amivel mi szemben állunk, ugye a Fidesz-el szemben, nagyon-nagyon nehéz eredményeket, vagy látványos és nagyon gyors eredményeket elérni, és ezt csak arra mondom, mert az, hogy a Borkaidnak hosszú távon nincsen következménye, hogy egy Szájer ügynek hosszú távon nincs következménye, az azért, mert egyszerűen a propaganda gépezet annyira leuralja a nyilvánosságot, és hát erről a Novák ügyről, hát napokig, a kormány sajtóban semmit nem hallottunk. Ugye az első mondat az volt Kocsis Mátétől, hogy baloldal, és azóta is ugye a megafon, meg a propagandisták ezt tolják. Tehát tudják úgy tematizálni a nyilvánosságot, hogy kevesekhez jut el. Ezért van nekünk egy történelmi feladatunk, hogy közösen mondjuk. De ami összeköti ezeket az ügyeket mégiscsak, az egész kormány egyrészt morális züllöttsége, másrésztről meg álságossága. Tehát, hogyha nem ők hangoztatnák azt, hogy ők mindent a kereszténység nevében és az Isten haza család hármas jelszó, nem tudom, körében csinálnának, akkor talán kevésbé lenne felháborító az, hogy az ő győri polgármesterük volt az, aki a prostituáltakkal kokainozott a hajón, hogy az ő EP listavezetőjük vagy képviselőjük volt az, aki a Covid alatt, amikor senkinek nem volt szabad kimennie, ő mégiscsak egy szexorgián vett részt, és az ő képviselőik azok, akik vagy pedofil bűncselekményt követnek el, vagy azokat eltusolják, bevédik, kitüntetik, és egyáltalán bezárul a kör, amikor róluk van szó. Szóval ez mutatja azt, hogy itt egy rendkívül álságos és morálisan teljesen züllött kormányra viszünk, ami életveszélyes az országnak, hogy ebben a morális züllésben van egy egész társadalom. Mintha utolsó kérdés tényleg a végére, mert az viszont már látszik, hogy a kormányzat részéről milyen jellegű kommunikációra lehet számítani. Ugye két téma vetődött fel ezzel kapcsolatban, az egyik a gyurcsánynyozás idézőjelben, a másik pedig ugye, amit már elkezdtek, vagy sok helyen olvasható, hogy náluk van következménye, ugye, hogyha annak
hogyha a valaki hibázik. Erről beszélt egyébként például Kocsis Máté a vasárnapi újságban, hogy a mi oldalunkon nem ez az első eset, amikor hiba történik, és az érintett azonnal lemond, ez így is marad. Az ellenfeleinknek azt kell világosá tennünk, hogy amit az államfős Varga Judit csinált, az minimum elvárás feléjük is, ez az a pillanat, hogy erről jó sokat beszéljünk, ugye ez volt az egyik főüzenet, és az ellenzékről is beszélt, hogy a közvetlen köztársasági elnök választása, hogy nagyon jó, hogy több párt is felvetette, a DK és a szocialisták semmiképp ne vessék fel a közvetlen elnökválasztást, mert amikor még MSZP-sként kormányon voltak, akkor nem jutott eszükbe. Már csak arra szeretnék rákérdezni, hogy tulajdonképpen azok a kommunikációs üzenetek tulajdonképpen kész vannak a kormányzat részéről. Igen, az elsőről annyit, hogy egyrészt, hogy tudjuk, hogy Varga Judit és Novák Katalin nem önként mondtak le, hanem lemondatták őket. Ráadásul, tehát milyen ország az, ahol a köztársasági elnöknek annyi integritása sincsen, hogy azt mondja, hogy én nem megyek haza egy nappal hamarabb, hanem egy kormányfő haza rendeli a köztársasági elnököt, aki egyébként amúgy hivatalosan független. Szóval nyilván látszik az abszurditása ennek az egésznek, és ők nem azért mondatták le Novák Katalint és Varga Judit, és ez a lényeg, mert ők azt gondolják, hogy ennek morális következménye kell, hogy legyen, hanem azért, mert megmérték, és látták, hogy politikai következménye lesz. Tehát a Fidesz veszít szavazókat. Azért ez megint csak egy nagyon álságos dolog, és hát bocsánat, de akkor, amikor az elmúlt 14 évben három köztársasági elnökükből kettő egy nagyon súlyos botrány miatt megbukik, az azt mutatja, hogy Orbán Viktor nincsen a józan ítélő képességének a birtokában, nem tud olyan döntéseket hozni, ami ennek az országnak az érdekét szolgálja. Azért ez egy nagyon-nagyon súlyos, és lehet, hogy korábban nem merült fel a közvetlen köztársasági elnök választás, és akkor itt a második kérdése is áttérnék, azért, mert a korábbi kormányok igyekeztek konszenzust teremteni a köztársasági elnök mellé. Nem erőből toltak át mindig embereket, hanem igenis volt egy egyeztetés mindig az ellenzékkel, volt egy társadalmi egyeztetés, és nem volt soha az az érzet, hogy itt pártkatonák ülnek be. Most az elmúlt három ciklusban konkrétan Fidesz tagok és pártkatonák ültek be, akik nem tudják a nemzetegységét megjeleníteni. Tehát nyilvánvalóan, nem mondok újdonságot, Kocsis Máté hazudik, és ráadásul sunyi módon megpróbálja most a morális fölényt ebből maguknak megteremteni, de ez a mi dolgunk, hogy ez ne sikerüljön. Na hát meglátjuk akkor majd, hogy alakul mindez. Minden esetre érdekes, amit mondott, és fontos üzenet talán mindenki számára, hogy mennyire lehetőség, mennyire történelmi lehetőség ez most az ellenzék számára. És köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. A témát folytatjuk tovább, méghozzá Horgas Péterrel, civil aktivistával, a civil bázis elnökével. Köszönöm szépen, hogy köszönöm itt van nálunk, és ön is végighallgatta az előző két beszélgetést, és beszélgettünk a szakmai, az ügy szakmai vonatkozásairól, a politikai vonatkozásairól, és nagyon fontos a harmadik szempont, a civil vonatkozás. Önök... És nagyon sok civil szervezet közösen nyilatkozott az üggyel kapcsolatban, elítélte ezt az egész ügyet a kegyelmi döntéssel kapcsolatban. Hogy látja, mert itt megosztottak a vélemények az első két vendég között, hogy a Novák Katalin és ennek az egész ügynek mennyire lehet, vagy lesz következménye a társadalomban, a civilek körében, és mennyire vitte át mondjuk jobban, vagy kevésbé az inger küszöböt? Hogy látja? Ez a bizonyos civil közösség, hát ez nagyon sokfajta. Tehát nagyon sokfajta civil van ma Magyarországon. Az a közösség, amihez én tartozom, a civil bázis, az is egy nagyobb közösségnek a tagja, ez az országos közös akarat, és tulajdonképpen ez volt az a nagyobb közösség, amelyik meghirdette pénteken a tüntetést. Ezt a tüntetést, vagy a bejelentésünket megelőzte azt, hogy nagyon sok szakemberrel beszéltünk, hogy itt mi lehet az egésznek a szakmai háttere, az emberi háttere, és amikor ezt megértettük, akkor hirdettük meg a tüntetést, egyeztetve a Momentummal, és talán ezért is tudott a Momentum színpadán is egy aktivistán felszólalni. Hogy azt hiszem, hogy valóban ez egy lehetőség most, de mindenki másra használja ezt a lehetőséget. És,
És mi azt gondoltuk, és azt gondoljuk, hogy a legfontosabb lehetőség az, hogy az egész gyermekvédelmet, mint olyat, azt megvizsgáljuk ebben a nagyon szégyenletes és tényleg szavakkal nagyon nehezen leírható helyzetben, és megpróbáljunk valami nagyon konkrét javaslatokat kidolgozni. Erre próbálunk valamilyen össznemzeti, összállampolgári kezdeményezést összehozni, és tulajdonképpen a felszólalásaink is erről szóltak, hogy ez az egész ügy túlmutat a pártok viszályain, az éppen aktuális politikai helyzeten, a civilek, de mondhatnám akár azt is, hogy felnőtt embereknek van dolguk a gyerekekkel, mert hogy ez a kormányzat, sem az elmúlt 30 év, a rendszerváltás után ezt nem tudta megoldani. És egy közös szégyen. Igen, és a kérdés az továbbra is akkor tulajdonképpen az, hogy ha nem tudta megoldani, igen, egyik kormányzat sem, meg nem tett érte. Ugye Herzog már is arról beszélt, hogy érthetetlen az, igen, hogy igen, egyébként miért nem változik, igen, ez a helyzet. Most ez a pillanat, ez változtathat-e ezen az állapoton? Ön szerint azért kérdezem, ha már a civil szervezetekről, igen, beszélünk, itt több mint 100 civil szervezet, hogy mondjam, írta alá ezt a nyilatkozatot, hogy mennyire nem értenek egyet ezzel, és hogy mennyire elfogadhatatlan ez a döntés. Szóval mit tapasztalt így, akár a tüntetésen, vagy a civilek körében ezzel kapcsolatban? Kénytelen vagyok, mert nagyon mélyen egyetértek, tehát nem is kénytelen, hanem mélyen egyetértek Herzog Máriával, akivel már évek óta nagyon sok alkalommal beszéltünk arról, és tulajdonképpen ez az oka, az az országos közös akarat ezeket a szakembereket próbálja talán közéleti vagy politikai szinten kihangosítani. Egyszerűen arról van szó, hogy ez az ügy nagyon átélhetően és pontosan mutatta meg, hogy milyen velejéig rohadt ez a rendszer, hogy mennyire élhetetlenné vált az országunk. Van egy olyan narratíva, rengeteg pénzt fektetnek abba, hogy a jelenlegi kormány milyen jól kormányoz. De ez miben nyilvánul meg? Miben nyilvánul meg, hogy az ország a régiónk legszegényebb országává vált az elmúlt években? Igen, csak ugye erre mindig azt szokták válaszolni, igen, ezekre, hogy oké, a számok ezt mutatják, de a Fidesz mégis kétharmaddal. De nem csak a számok, nem csak a számok mutatják ezt, hanem ebben az esetben mondjuk például egy fiatalember halála. Tehát, hogy ne beszéljünk már félre. Azért, mert ömlik ránk a propaganda, attól még, és akkor ez válasz a kérdésére is, attól még a hazánkban élő magyar állampolgárok mégiscsak más tapasztalnak. Az egy más kérdés, hogy a propaganda hogy működik. Na de hát mégiscsak évekre nyúlik az egészségügyben a várólista, évek óta mondjuk, és mondják szakemberek, hogy mi fog következni az oktatásba, ha ez így megy tovább, bekövetkezett. Egészségügyben szintén, a szociális rendszerben szintén, tehát hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy egyszerűen az olyan mély lett most hirtelen, annyi minden sűrűsödött össze, és ez pénteken ezt lehetett érezni, hogy igen, ez most egy apropó, egy nagyon fájdalmas, és mondom, nagyon szégyenletes apropó, de itt nagyon sok minden egyszer csak összeért. Valahogy talán megértjük azt, vagy minél többen megértik azt, hogy ezek a bántalmazások, ami nem csak egy gyermekotthonban történik, hanem mondom a kultúra területén, az oktatásban, egészségi, nagyon sok területen, mert így működik ez a rezsim, ezek most talán világossá válnak. Ugye arról is beszélgettünk itt, Szabó Tibor is említette, hogy ez egy lehetőség az ellenzék számára is, és ön is említette, hogy a Momentummal közösen léptek fel, ugye nem az közösen, egyik... Nem közösen, nem, külön-külön léptünk, de csak egyeztettük. Egyeztettek erről. Igen, mert ők is magyar állampolgárok. Mert ők is nem momentumosok, magyar állampolgárok. Ugye az ellenzék részéről már a DK-be is jelentette, hogy február végére egy nagyon sajnálatosnak tartom, sokkal tüntetés. Jobb lett volna, ha ezt együtt csináljuk. Na, erre akartam volna rákérdezni, ez lett volna a kérdésem, hogy szóval bejelentették. Hogy látja, hogy a civileknek kell
ehhez akár csatlakozniuk, vagy egyeztetni, vagy közösen részt venni ebbe, vagy ezt külön kellene kezelni? Mondom, ezt az ahogy ügyet? Kezdtem, nagyon sokfajta civil van. Az a közösség, amihez én tartozom, az egy politizáló közösség, és meggyőződésem, hogy amennyiben nem csak az ellenzéki pártok, hanem egyáltalán a pártelit ma Magyarországon, ebben minden párt benne van, ezt így folytatja tovább, akkor létre fog jönni egy új politikai formáció, közösség, amely egyszerűen másféleképpen fog működni. Ezt lehetett látni már a diákok megmozdulásánál. Létezik, és egyre erősebb, ma még egy formával nem rendelkező, de mégiscsak van egy közösség, amelyik egyszerűen másképp gondolkozik az életünk alapvetéseiről. Nem ideológiák szerint, hanem például az, hogy egy államnak mi a felelőssége, mi a feladata. Ebből a szempontból biztos látta, hogy ugye volt egy tanácsadó testülete Novák Katalinnak. Igen. És ebből a szempontból érdekes, amit mond, mert ugye ott jó néhányan bejelentették, az még a lemondás előtt egyébként, hogy kilépnek ebből a közösségből. Gundel Takács Gábor volt az első, ha jól emlékszem, Lackfi János is bejelentette, és hát többen mások, Szörényi Levente. Igen. Ez például mennyire új jelenség ön szerint, hogy látja ezt? Mert hogy nem szoktuk meg azt, hogy ezeknél a tanácsadó testületeknél azért olyan könnyedén ott hagyják ezeket a pozíciókat. Ez jelezhet bármi változás, vagy inkább egy sokféleképpen, reakció? Ez sokféleképpen lehet magyarázni, mondják, hogy a süllyedő hajót időben kell elhagyni. Szerintem ez teljesen érdektelen. És megint ezekkel foglalkozzunk. Ezek úgymond ismert emberek, de ez semmit nem old meg, mint ahogy az alaptörvényhez való hozzányúlás sem fogja megoldani a gyermekvédelem ügyét. De ha már erről beszélünk, hogy nekem inkább az a kérdésem, hogy miért léptek be? Mi az Istent kerestek ott? Tényleg? Szóval azt gondolom, hogy folyton mellé beszélünk, és miközben egy nagyon szűk politikai elit keresi a maga boldogulását, közben megrohadt szét az ország, és azt gondolom, hogy ebből lett egy picit elég. A politika egyébként, hogy látja, mennyire tud ráülni idézőjelbe a gyermekvédelem ügyére? Hát ugye éppen arról beszélgettünk itt, hogy mennyire a politikai következményei lettek ennek az ügynek, és hogyha ráült, nem tudom, ez kérdés, akkor mennyire, és ez mennyire változtat, vagy mennyire viszi el politikai irányba ezt az ügyet? De hát a politika, hogyha azt mondjuk, hogy a politikát a jelenlegi magyar politikai elittel azonosítjuk, akkor nem tud érdemben ráülni, mert nem ért hozzá. Tehát ha ráül, az még nagyobb károkat fog okozni. De hát ezt látjuk évtizedek óta, és az elmúlt közel 14 évvel fokozott abban, hogy hát pont erről próbálok beszélni, hogy amikor minden mérés szakértői vélemény ellenére is elsősorban gazdasági érdekek miatt nem történik ezekben a szakterületeken, a szakpolitikában változás, akkor ennek egyszerűen az az oka, hogy vagy nem éri meg a szavazatok szempontjából, de elsősorban gazdaságilag. Ahogy a Magyar Péter is ebben a nagyon szirupos nyilatkozatában. Szirupos volt? Igen, én azt gondolom, hogy ez nagyon, tehát egy maffia működés és egy dél-amerikai ilyen sorozat keverékét láttuk, tényleg baromi megható, és egyébként én nem vonom kétségbe az ő megrendülését, de hát bocsánat, jó reggelt kívánok. Tehát 14 éve van valami. Tehát ezért mondom azt, hogy most az, hogy kilép ki a Novák Katalin mellől, hát ez a kérdés, miért lépett be? Nem tudta, hogy ez a rendszer hogy működik? Nem látta a listázásokat? Nem látta, hogy itt mi minden van ledarálva, akár csak a kultúra területén, hogy mondjuk ahhoz kapcsolódjak, amiben én hosszú évekig voltam? Nem látták, hogy mi történik itt? Dehogy nem, látták. Igen, csak ugye erre volt az a válasz, és ha ezt az interjút felhozta, ez érdekes, amit mond. Ugye Magyar Péter azt fogalmazta meg, nem fogom tudni pontosan idézni, de ugye az volt a mondani valójának a lényege, hogy most érkezett el oda, és olyan szintre került ez a történet, hogy részéről is azt mondta, hogy innentől kezdve hát nem tudom el tovább részt venni. Hát ő ezt így érte meg, de más meg,
Magyarországon, és gondolom, hogy talán ebben nincs vita, azért mégis mindannyian magyar állampolgárokat. Magyar Péterhez most ért el, de szeretném jelezni, hogy máshoz meg sokkal korábban. Mint mondtam, például egy fiatal ember öngyilkos lett. Emiatt a rendszer miatt. Mert mi felnőttek, évtizedek óta képtelenek voltunk egy olyan országot legyártani, ahol például a gyerekeket meg tudjuk védeni. Ez a közös szégyenünk. Azt gondolom, hogy ez most egy lehetőség arra, hogy ezen változtassunk. Az szerintem egy alapvetés volt, vagy egy kiinduló pont, hogy ennek a két politikusnak távoznia kellett a közéletből. De azt gondolom, hogy itt még nincs vége. Hanem hogyan hogyan folytatódhat ez akkor inkább? Én azt gondolom, hogy másoknak is távoznia kellene. Nagyon gyorsan. Hát mindazok, akik ebben felelősek, és végezze a rendőrség a munkáját. Vannak nagyon praktikus, hogy mondjam, feladatok. Vissza kell venni a kitüntetést, mondjuk ettől. Tehát, hogy ilyen nagyon egyszerű alapvetések, de ezek még egy kitüntetés visszavétele, vagy az egész ügynek a feltárása, az egy alap. Ahogy nyilvánvalóan az is alap, hogy a mindenkori kormányzat jelentős összegekkel és egy alapvető átgondolással, civilek, szakemberek bevonásával végezze már el azt, amit évtizedek óta mondanak a szakemberek. És akkor talán valami megindulhat a gyermekvédelemben. Ez nem pártpolitikai kérdés. Ez a felnőttek dolga. Ez a magyar állampolgárok dolga. Mert hogyha ez nem működik, akkor egyszerűen hát saját magunkat daráljuk le. Hát ugye Magyar Pétert idéző, az a polgári környezet, amiben akár a saját gyerekeink is felnőnek, kik lesznek a kortársai? Hát hogy fog működni ez az ország, hogyha ezek a nagy ellátórendszereket felszámoljuk és ledaráljuk? Hát jó sok kérdés felvetett, és nagyon fontos kérdéseket. Remélem, hogy előbb-utóbb akkor látjuk majd a változást. Mi is nagyon reméljük. Vagy talán módosulhat mindez. De ez csak közösen mindez. Lehet. Uh-huh. Ez a nyitja szerintem. Hát ez a fő kérdés valóban, és ez sokak számára ez a fő kérdés. Igen, most ez egy alapvetően valamilyen fajta felnőttes fegyelmezettséget kíván. Hát meglátjuk, hogy így lesz. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi volt már a Pulcs, de természetesen a jövő héten is találkozunk. Viszontlátásra!